Tompa Mihály születésének 200. évfordulóján Rimaszombatban átadták a költőről elnevezett felújított teret. Korabeli fotók alapján rekonstruálták a 20. század elejé állapotot, azt az időszakot, amikor Holló Barnabás Tompa Mihály szobrát felavatták. A szobor a II. Világháború után sokat hányódott. Egy ideig a múzeumban rejtegették, aztán a Várospark egyik eldugott szegletében állt. 1994-ben került vissza a térre, de nem középre, akkorra ott ugyanis már egy szökőkút állt. A mostani térfelújításnál a város a működőképtelen szökőkutat eltávolítatta, lecserélték a járólapokat, az előregedett fák helyére újakat ültettek, Tompa rekonstruált szobra pedig visszakerült az eredeti helyére. Tompa Mihály 200 esztendővel ezelőtt született, és 1904. június 4-én lett felavatva szobra, ami időközben meghurcoltatott, és úgy gondolom, hogy ma, 2017. szeptember 28-án Rimaszombat történelmet írt. Történelmet írt azért, mert Tompa Mihály szobra eredeti helyére került vissza, emlékezve így őseinkre, emlékezve így múltunkra, figyelmeztetjük a mai ifjúságot, hogy ne feledkezzenek meg a jövőjükről sem. Avatásán több Tompa Mihály vers is elhangzott. A lelkész költő hagyatékát szülővárosában nem csak a bicentenárium kapcsán éltetik. Pákó Mária 20 év alatt 8 Tompa verset zenésített meg. Tanítványainak most a távolból és az itthon vagyok a kedvence. Két formációt hoztam erre az alkalomra, mégpedig a gitárosok. 33 gyerek énekelte Tompa Mihály és Pósa Lajos versét, és a másik formáció pedig az a Csillagvirág, amely háromszoros aranysávos országos Tompa Mihály versmondó versenyen, még zenésített versek kategóriájában. És nagyon-nagyon szeretünk Tompa Mihályt énekelni. Az ünnepi alkalomra jelent meg a Lant és Biblia című breviárium, amelyben Tompától és Tompáról is olvashat a nagy közönség. A legvaskosabb részét a kötetnek az Arany Tompa levelezés teszi ki, amit azért emelek ki külön, mert furcsa dolog, de soha a magyar nagyközönség az Aranytompa levelezéssel nem ismerkedhetett meg. Tudnilik csak az Arany kritikai kiadásban jelent meg, ami azért nem a nagyközönségnek szól, valljuk meg. Tehát tulajdonképpen ez a levelezés enged először betekintést a nagyközönségnek ebbe a csodálatos emberi barátságba, ebbe a költői barátságba, miközben a 19. század második harmadának, második felének magyar viszonyait is egy kicsikét közelebb hozza. A téren egyébként 2004-ben Tompa mellett Petőfi Sándor is szobrot kapott. A térfelújítás kezdetekor felmerült, hogy a művet áthelyezik, de végül nem így történt. A városvezetés, hogy kiegyensúlyozott maradjon a tér, inkább még egy szobrot állítana, mégpedig Arany Jánosnak. Így az önmagukat triumvirátusként megfogalmazó 19. századi költők Petőfi, Tompa és Arany újra együtt lehetnének. A terv azonban helyi szinten és a műemlékvédőknél is ellenállásba ütközött. A tárgyalásokat ezügyben jövőre folytatják. Legyen a dal fájdalmas merengő, fiaim csak énekeljetek! Legyen a dal fájdalmas merengő, fiaim csak énekeljetek!